Kedves barátaink, Kalákába hívunk benneteket. Az együtt zenélés, együtt énekelés, együtt táncolás közösségi élményét szeretnénk nyújtani ma itt. Azt szeretnénk, hogy valamennyi résztvevőnk és meghívottunk nem csupán szemlélője, hanem cselekvő résztvevője legyen a közös táncoknak, énekeknek. Egy szűk körbe ültünk, egy mini kalákára hívtalak titeket, és itt gyorsan el is mondom, hogy szeretettel köszöntöm a meghívottainkat, mégpedig most csak neveket mondok, aztán remélem, hogy nagyon hamar kiderül, hogy kinek mi köze ma hozzánk és ehhez az alkalomhoz. Simonfi Katalin, Györfi Erzsébet, Csórja Török Viola, Török István, Szalai Zoltán, András Mihály, Páva István. Isten hozott titeket újra ide a tévés kamerák elé. 40 évvel ezelőtt elkezdtettek valamit, ami ugye egy nagy utat futott be, és ezt úgy hívták, hogy Kaláka. Kati, veled kezdem, mert gondolom, hogy ti csak meghívottai voltatok az elején ugye a tévés felkérésnek. Miről is beszélek én tulajdonképpen? Hát te a táncház mozgalomra épült tévés műsorról beszélsz, tévéműsorról, amihez nem csak nekem van közöm, hanem itt velem szemben Páva István. Tulajdonképpen ő volt az elindítója bennem annak az érzésnek, annak az életérzésnek, hogy ez most már megérett arra, hogy a televízió képernyőjén országos jelenlétet kapjon. Na, hát... Nagyon sokszor elmeséltem, úgyhogy nem igazán fogok kitérni arra, hogy hogy kezdődött. Inkább arról szeretnék beszélni, hogy ezeket a felvételeket nézve, azt hiszem, itt, ahogy beszélgettünk, mindannyiunknak valami más is más jutott eszünkbe, tehát hogy milyen szelektíven tud emlékezni az ember, aztán különösen 40 év alatti történetet nagyon szívesen ugye a szőnyeg alá söpörve, az emlékei alá söpörve őrizget. De most, hogy elkezdtem foglalkozni vele ismét, mert ugye most érett meg az a pillanat, most jött el az a pillanat, hogy el kell kezdeni a forrásgyűjtést. Tehát tulajdonképpen az történt, hogy elindítottunk valamit, aminek nagyon nagy visszhangja volt, nagyon nagy sikere volt a képernyőről, tehát rengetegen nézték, nagyon sokan vettek részt benne. Aztán megszűnt, mert megszűnt a televízió magyar műsora is, de hiszen mi már sokkal hamarabb, mint sem, hogy megszűnt volna az adás, ezt a műsorszámot befejeztük, mert ennek bizonyos kötődései voltak, mondjuk főszerkesztőköz, akik megengedték. Majd aztán a táncház valahol búvópatakként tovább élt. És amit mi elindítottunk, az tulajdonképpen megélt, önmagát átmentette. Most az úton beszélgettünk, és nem akarok elébe vágni, mert sokaknak szót kellene itt most gyorsan adni hirtelen. Vágjatok nyugodtan bele, nem igen, muszáj. Igen, ezt akartam, ez igen, szóval legyen egy kötetlen nem kell végighallgatni az én beszélgetés lehet, beszédemet. Igen.
Tehát nagyon sok mindenről beszélgettünk az úton Violával és Istvánnal, hiszen ők már az első plakáton ott van a Visszhangdiák Rádió, tehát alapemberek voltak, a táncháznak korai művelői, zene területéről jöttek, hiszen mind a ketten ugye zeneiskolások voltak, és hát többen vagyunk itt olyanok, akik zenével kezdtük, aztán valahol máshol kötöttünk ki. Az első Kaláka plakáton a Visszhang van rajta, de akkor még Zsigmond Emese ott, illetve Pávai Pistáék Patrubánnyal vitatkoztak ezen, tehát én emlékszem azokra a vitákra. Abban mi még csak ilyen, hát részt vettünk, de nem tevőlegesen. Tehát az igazi véleményem szerint az, hogy ez így összekötődött, az az előttünk lévő, a tiéd és az ő generációinak köszönhető. Tehát Pista, Kostyák Imre, Patróbat, emlékszem, igen, hogy váltottátok a világot, és szájtától hallgattuk. Igen, így volt. Hát ugye, de aztán mi benne voltunk később. Igen, benne szóval voltatok rá. Itt staféta volt, mert Viola is úgy tudom, hogy később ott te szerkesztettél ilyen népzenei műsorokat, én meg előtted, meg én voltam az előző időben, és ott rengeteg ilyen fogadóest volt, és ott indult el ez a gondolat, hogy táncházat kellene csinálni, és a Zakariás testvérekkel indult el, akik ugye ott gitároztak népdalokat, és akkor én a műsor után gratuláltam nekik, és mondtam, hogy hát rendben van, hogy népdalokat énekeltek, de hogy nem gitározni kellene, hanem népi hangszerrel. És ugye egy kicsit így rosszul esett nekik, de a következő Kalákára már akkor kobozzal jöttek, meg hegedű, végül aztán kialakult az első ilyen zenekar, Gardonnal, tehát ők voltak az első zenekar, nélkül, hogy lett volna akkor még táncház. És valóban sok vita volt akkor az egész népi kultúra ügyéről, amire jól emlékszel erre. Úgyhogy, hogy Panek Kati énekelt, és hogy akkor ezt városon kell ez, a falusi zene? Az első gálaesten énekelt Kati, és énekelt a német népdalt, hogy hívják, Pallós S. Krisztina, nem emlékszem? Így van, emlékszem. Az volt az első, hogy most akkor balladát, németet, magyart, azt még ti, azt hiszem akkor még Miklós volt, te voltál. Igen, így volt. Az volt az első, amikor... Igen, nagyon jönnek az emlékek is, és javaslok is egy kis játékot, hogy akkor adjuk így körbe a mikrofont, és így ami elsőként eszetekbe jut a Kalákáról, azt mondjátok el. Itt arra utalok, hogy itt a beszélgetés előtt Misi mondta, hogy neki egy dolog jut eszébe a Kalákáról. Gyorsan el tudod mondani, mit mondtál nekem kint a folyosón? Nem emlékszem. A mikrofonnal volt valami. Hogy emlékezzél, 40 év távlatban. Igen, hát mint légy a tejbe, úgy keveredtünk ebbe bele. Dézsen jártam iskolába, 9. osztályos voltam, beválasztott a csoportba, a Kalákára készülő csoportba a magyar tanárom, osztályfőnököm Kalapáti Jolán. Nem is értettem, hogy kerültem bele, aztán Kalóz Zoltántól könyveket kértek kölcsön, lehet még azóta se került, mint vissza, mert egy könyvtárat adott kézről kézre. Gyűjteni jártunk Kallós Zoli bácsival, de akkor Kispap volt, Tőkés László, Dézsen, ő is udvarolt a lányoknak, és nem tudtuk, hogy történelmi helyzetbe hozza az élet. És utaztunk faluról falura, és utána meg, ha nem jöttek, akkor ültünk a biciklire, és mentünk mi magunk, és készültünk a Kalákás lehetőségre, a tévé felvételre, de nem tudtuk, hogy mi lesz, csak tudtuk, hogy nagy dolog történik majd, és ott készen kell lenni, tudni kell táncolni, énekelni, meg amit majd kérdeznek. Eszembe jutott. Kezembe, így van. Tehát mikor odaértünk, én olyan nagy izgalomban voltam, hogy így a kezembe adták a mikrofont, hogy én majd adom a többieknek, ha valaki beszélni fog. És aztán nem tudtam, hogy így vagy fordítva hogyan kell, sose kerültem ilyen helyzetbe, hogy kivették a kezemből, és egy ügyesebb kislány aztán adogatta a mikrofont. Ez ott az első. Zoltán? Az igazság az, hogy a memória az már elhalványult, úgyhogy nem olyan sok az a negyen. Bennem teljesen összekeverednek a kalákák és a táncház találkozók és a táncházak és a különböző műsorok, úgyhogy én azt se tudom, hogy hány kalákán voltam. Egyre biztosan emlékszem a Rugonfalvira, de
nem tudom, hogy a többin egyáltalán voltam-e. Viszont az érzések azok nagyon frissek ma is, és hát arra nagyon jól emlékszem, hogy táncházban, hogyha híre járt annak, hogy valahol valami történik, valahol összevernek két cintányért, akkor csak annyit kérdeztünk, megyünk? Megyünk. Ültünk fel a vonatra, egész éjjel utaztunk, másnap Brassóban táncház nyílt, és ott voltunk. Igen, itt visszatérek egy kicsit a visszhangról, tulajdonképpen ez a visszhangrádió, azt hiszem, hogy a mai generáció ezt mennyire ismeri, vagy mennyire mit kell. Hát ez a mi generációnknak volt. Inkább egy ilyen fórum volt, tehát egy visszhang diákrádió volt, ami diák bentlakásokban szólt, heti, azt hiszem, 2 óra adása volt. Amit az előbb mondott Pávai, hogy volt minden hónapban legalább egy fogadóeste, ahol összegyűlt 120-130 diák, és minden évben 2-szer volt gálaest, ahol a konzisok konzisztak, a táncházasok táncházasztak, a színisek. Tehát a diákok adtak elő diákoknak. Ennek óriási szerepe volt akkoriban, mert végül is ez volt az egyetlen magyar fórum, ahol hogy többek között, ahol a vegyész tudta, hogy az a kislány az is magyar a bölcsészkarról. Tehát ilyen, ez az az időszak, a párválasztás és minden egyéb időszaka, tehát egy jó ismerkedési, hát hogy mennyire volt kulturális, azt arról tudnék mesélni sok mindent, mert spontán is volt, de minőségi dolgok voltak, itt éppen elmeséltem, ott voltak az első táncház, tehát ez a típusú, akkor ilyen óriási forradalom volt, emlékszem, hogy a szakemberek elmondták, hogy koreografálni az Isten elleni vétek, tehát ilyet, hogy koreográfia, hát ez mindenki, hogy is mondjam, kiütést. Maximum fel lehet tenni a színpadra az adatközlő táncost, és az ott táncoljon, ahogy akar. Tehát ilyen és akkor mi ezt megtettük, tehát akkor végül is ezek a táncos azokon a gálaesteken. Rendeztétek ezeket a kalákákat néha? Hát rendezni éppen az, hogy nem volt, tehát pont most, hogyha kicsit akarnék túlozni, akkor mondhatnám, hogy a táncot tenni színpadra az olyan, mint a halat a szárazföldre. Ez volt a... Akkor legalábbis ez volt a szemlélet. Persze ezt azért nem kell ilyen mereven érteni, hanem az, hogy a táncot a eredeti funkcióban használni végül is a színpadon nem lehet, mert ugye, ahogy egy medvét a ketrecbe tartva nem lehet a környezetébe látni. Ahhoz képest, ha megnézitek. Hát a felnőtt táncházas generáció egy része koreográfus lett, és visszatért a színpadra, tehát úgy látszik, hogy ez is egy olyan Kejfel Jancsi-szerűen működik. Nem ez a lényeg ebben, hanem a kérdésedre válaszolva, hogy koreográfáltuk-e, hát persze valamit kell rendezni. A tévérendező is Moiseszku volt, hogy akkor ki hová ül meg honnan, de hogy ez a spontaneitás benne volt, tehát itt látszott, ahogy Pencsi tanította a gyimesi táncot is, hogy nem volt semmi olyan, hogy most te ide lépjél, vagy oda lépjél, hanem itt majd fölálltok, és akkor én tanítom a táncot, tehát úgy, mint a táncházba, vagy úgy, mint a falusi bálba. Lépéseit ismételjük. Egyszer jobb lábbal indulunk, egyszer bal lábbal indulunk, utána pedig az irányváltás. Jó? Kérem a sűrűlőt, zenészektől, kivárunk itt is egy pár ritmus, mondom, hogy mikor kellene indulni, jó? És majd egyszerre fogunk indulni a... Mehet. Thank you.
mai napig ezt figyeljük életünkhoz eddigi során, hogy, hogy hiába tesszük fel sok embernek a, ezt a népzenét, vagy néptáncot, abszolút nem harap rá. Tehát, hogy ez is egy csoda, és mi ezt úgy éltük meg abba az időben, és nyilván, hogy azok az emberek, akik ezt egyből fogták, ezt a csodát, azok találkoztak, volt miről beszélni. Tehát ez egy olyan kapcsolódási pont volt az életünkben, és végül is a visszhang így kapcsolódott össze a táncházzal, hogy hát én a táncházban, a monostori táncházban tanítottam éneket, táncot, majd szerkesztő voltam a Visszhang Rádiónál, és akkor zenei szerkesztő, és akkor ott bemutattuk ezeket az énekeket, meghívtuk a diákságot a visszhangfogadó estekre, gála estekre, és akkor ez volt az első olyan fórum, ahol a táncházat kinyitottuk. Tehát... Nagyon ügyes a kolozsvári akkor, eh? Tessék bátrabban belesúlyoztodni. Ez az. Ügyesen kiáltod. Ez az. Itt lépést kell váltani egyiknek. Próbáld meg. Figyeld meg. Bátran, nagyon ügyes. Nagyon ügyesek kovász. Nem is gondolom, én hamar megtanuljátok. Jó, ez is. Több súlyt adni a fordulat. A széken nyugodtan csináltak egy pihenőt is, mert ti már táncoltatok sokat, és jó, hogyha megváltják a csoportnak a pihenőt, jó? Figyeljétek meg ezt a pihenőt, amikor nagyon elfáradnak, akkor egy ilyen kis pihenővel tapsolva haladnak egymás után. Meg ezt a pihenőt, amit a székek és a kolozsváriak már csináltak. Ez nagyon jó. Ez az. Éppen zenére! Ugye három maradt meg a kilencből, ezt azért elmondjuk. A legelső, a kolozsvári, amit láttunk, a Csíkszereda és a Zilai. És itt beszéltük is Istvánnal közben, összesudtunk, hogy teljesen más hangulata volt mindegyiknek külön-külön. Itt a terek is azért közre játszottak, mert gondolom egy szabadtérinek teljesen más a hangulata, mint egy zártérinek. Ugye itt a táncosoktól is függ, meg mindentől, a szereplőktől függ, de mégis egy szerintem az út volt, hogy megpróbáltatok ti tévések, a igazodni mindenkihez. Nekem ez volt az érzésem, mert ugye voltak ilyen muszáj dolgok is, amiket be kellett szépen rakni ahhoz, hogy azt hiszem, hogy Csági fogalmazta így, hogy hát táncoljunk, mi ne táncoltasson minket más, és ezt nagyon, de nagyon-nagyon szépen tudtátok ezt kezelni, mert ugye akkor ott volt a megéneklünk Románia is, ami ugye az volt, hogy eredetileg azt mondták, hogy a népi hagyományt ápolják idézőjelben, tudjuk, hogy nem ez történt. És ennek a hátterében ti nagyon szépen beültetek, és azt tudtátok csinálni, amit igazán kellett. Jól mondom-e? Van, én is valami hasonlót akartam mondani, és Katinak adom át a szót, mert ő jobban fog emlékezni erre. Én arra emlékszem, amikor először engem lehívtatok Csákival Bukarestbe, mielőtt indult a kaláka, hogy kellene, tehát azután, hogy itt megtörtént az, hogy te ráharaptál, és azt mondtad, hogy kell valami tévésműsort ebből csinálni. És amikor lement, akkor nekem is voltak gondolataim, hogy mi legyen ez,
és akkor derült ki, hogy kell alkalmazkodni, tehát az, hogy vetélkedő legyen, én így emlékszem, az pont azért volt, mert ez egy ismeretlen dolog, hogy táncház, és hogy a táncház legyen ennek a fő cím kiírása, az úgy nem lesz jó, hanem ilyen egyfajta, ahogy most mondják, honismereti vetélkedő, hogy ismerjük meg a tájakat, stb., és ebbe jobban talán lehet, hogy volt ilyen a vetélkedő a román műsorokban is, nem tudom, de én erre emlékszem, hogy ez a keret akkor alakult ki. Én arra azt mondtam, hogy ezt én jónak tartom, tehát ebben nincs baj, és be is bizonyosodott, mert az, hogy Kalákánként három gimnázium jelen volt, az három helyen fertőzött, és emiatt futótűzként elterjedt a táncház ebből a 9 Kalákából. Igen, hát a Csalit be kellett dobni. Ez volt a helyzet, mert különben nem tudott volna átmenni a műsor. Hát emlékezz vissza, hogy Johnny Raducanu-tól kezdve mindenki ott volt, főleg az első a kolozsvári Kalákán, talán az volt a legkevésbé letisztult. Tehát úgy körülbelül a harmadikra kezdett el már önálló arculatot nyerni ez, és ebben mindig benne volt az, hogy a diákokat kivittük gyűjteni, vagy kivitték a tanárok, és ugye elhangzott az, hogy milyen érdekes, hogy találtak teljesen ismeretlen anyagot, és ott van a Kapus bácsi, aki mellett minden nap elmennek, és nagyszerű nótafa. Most az autóban jövet, errefele jövet, azt beszéltük, hogy, és Violának volt ez a mondata, hogy fellegajtó nyitogatók voltunk. Igen, mert Kodály után valahol megint megnyílt egy ajtó. Tehát még mi is, akik zenét tanultunk, tehát tulajdonképpen olyan népdalokon nőttünk fel, amelyeket könyvből tanultunk meg. Na most ez egy élő hagyományként robbant be a fiatalok körébe. Először is köszöntöm minden vendégünket és mindazokat, akik szívügyüknek tartják a népművészetet. A Kalákára való felkészülés jó alkalom volt arra, hogy kimenjünk Gyimesbe, és olyan régi dolgokat gyűjtsünk össze, amik talán még nem is ismertek itt. Kimentünk Antalok patakára, Busulán Péter bácsihoz, mesélt nekünk, elmondta a lakodalom menetét. Kimentünk Hidegségbe, Trifánékhoz, Anna néni énekelt, János bácsi pedig furujázott, voltunk Ecetes Péternél, bejártuk az egész Gyimest. Zoltán, te szeredai születésű vagy? Igen, én Székely vagyok. És a csapatban? De a csapatban vannak csángok is. Mit gondolsz, hogy melyik őrzi a régebbi hagyományt? Hát úgy gondolom, hogy a csángok. Hát én nem vagyok sem csángó szakértő, sem néprajzos, megkérem Szent Imre Juditot, hogy segítsen ki ebben. Hogy erre felelni tudjak, nézzük csak meg a hétfalusi régi, legrégebbi viseletet. Talán jönnél ide ki, hogy a közönség is lásson. És az apácai mennyasszony öltözetét is mutassátok be, és a felcsikit. Talán így ti is, a közönség is jobban megfogják a tőle. Megkérem a helyi szakértőket, hogy mutassák be a viseleteket. Talán a hámos rokolyával kezdeném, amely a legismertebb, vagyis legrégibb csángó öltözet. Jellegzetessége az, hogy kézi munka az egész, kézzel van szőve, kézzel van varva, és tiszta fehér. Ugyanebben a ruhában ment férhez, majd később ebbe temették is el. Nagyon kevés, vagyis egyedüli példányt találtunk egész Hétfaluban, mivel ezekbe temették el az idősebb néniket. A ruha sárga cérnával van varva, ezt a csángok sárik cérnás ruhának, hámos rokolyának nevezik. A fekete pántot pedig a menyasszony kapta, és mint észrevehető, virágokkal van hímezve. Menyecskepántlikának is nevezik. De lássuk csak, ott van az apácai, aki mindegy átmenetet képez a csángó és a székely viselet között. Megőrizte a csángó hímesinget,
de mivel szomszédos háromszékkel, felvette a székely ruhát. Légy szíves, mondd el, hogy nálatok ezt ma is viselik? Ezt nálunk most már nem mindenki csinálja, régen mindegyik saját magának megvarta, de most egymástól elkérik. A fiatalok most nem foglalkoznak de ezzel. Ez, ami rajtad van, ez ki készített? Ami rajtam van, ezt én készítettem, és ez az enyém is. Most, aki eddig tudta varni nálunk egy öreg néni, Imre Margit, ő meghalt, és más most már nem Imre marad. Margit néni, nálam még sokat gyűjtöttem. Nagyon. Nála nagyon sok minta, ő volt az utolsó, aki hímesinget vart nálunk. Este van, nyolcat üt az óra, arra kérlek, rózsám, gyere a fonóba. Elejtem az orsom, nincsen ki feladja bánatos szívemet, ki megvigasztalja. Elmegyek, elmegyek véled a fonóba, elejted az orsod, legyen ki feladja. Úgy tudom, hogy Vermesi Pétert is foglalkoztatta ez a népdal. Mit tud erről nekünk mondani? Hát pont azért különösebben érdekeset nem tudok mondani, mert ez a dallam, amilyen szép, éppen olyan általános. Már Bartók Béla gyűjtései során feljegyezte, hogy hát a magyar dallamok között tájegységenként kicsi eltérések tapasztalhatók a változatoknál. Származon ez a dallam akár Csíkból, akár Moldovából, akár Udvarhelyszékről, akár Vásárhelyről, akár Kalotaszegről és akár Tíváról, mint hallottuk. Ráismerhetően azonos stílusjegyek jellemzik ezt a dallamot. Én magam egy kalotaszegi változatát dolgoztam fel. Nagyon érdekelne, hogy hát vajon a többi konkurens csapat ismeri-e ennek valamilyen változatát? Ismerjük a moldovai változatát, neve Ha folyóvíz volnék. Ha folyóvíz volnék, bánatot nem tudnék. Hegyek, völgyek között zengedezve járnék. Kövecses víz martján porondot hajtanék. Kövecses víz martján porondot hajtanék. Madarka, madarka, csácsogó rigócska, pendíts meg nyelvenek gyönyörű szólását. Fúj én búj szívemnek vigasztaló nótát, fúj én búj szívemnek vigasztaló nótát. Meg sem búsította, meg se vigasztalom, ki meg búsította, vigasztalja es meg. Én azt mondanám, hogy akkor hallgassuk tovább ennek változatait. Egy moldvai csángó-magyar változatát, hangszeres és énekelt változatát fogjuk meghallgatni. Bologonci vagyok Moldovából, forró falvából. Sétülök-e magyarosat? Köszönjük szépen, Lőrinc Luca nénit kérjük, énekelje ennek még egy változatát. Szeretném a tázba, gyűri Jézujába, minden fordul alva, ragy a Gézujába. Szeretném és voltal, karitém és voltal, várjen meg ez Isten, ha igaz nem voltal. Erős meg se várjen, váratlan se hogyan, 900 szandáig minden hideg razzon.
Na csak egyszer, macer, vagy egy hét, vagy kátszer, bar minden órába, bar csak tízan kátszer. Két pilléren állt az élvezkedés azért a részemről. Azt el kell mondjam, hogy hát nyilván egyik a népi vonal azon értelmében, hogy a Barozda Együttessel minden egyes gyűjtésen, minden egyes kalákán ott voltam, tehát a gyerekekkel együtt kimentünk gyűjteni, adatközlőket ismertünk meg, tehát ez hihetetlen nagy élmény volt. Viszont a másik, és ami legalább olyan fontos volt, hogy számunkra, akik ugye még csak nem is a határ közelében laktunk, akik láthattunk volna a magyarországi tévéadást, honismereti vetélkedőket láthattunk volna, hát ez számunkra teljesen új dolog volt. Tehát legalább úgy élveztem én, és nem voltam egyedül, mert a diák társaimmal ezt annak idején tulajdonképpen téma volt, hogy micsoda nagyszerű dolog, hogy ilyen versenyforma, nézd meg, vajon nyerünk-e, nyernek-e, tehát ez a fogalom is új volt, legalábbis számunkra, és ez olyan élvezhetővé tette tulajdonképpen azt, amit lehet, hogy más módszerekkel nem olyan könnyű lett volna bevinni, vagy megtanítani. Hozzáfűzném, hogy a magyarországi akkori vetélkedők, vagy az akkori röpőpáva, vagy a mostani, igen, az teljesen más szemléletű, igen, tehát ez a kaláka teljesen egyedi volt ilyen szempontból. Itt ugyanis nem voltak itt ilyen első-második helyezettek, hanem más módon érvényesült, hogy ki az ügyes, ugye, olyan szerűen, mint a népi kultúrában, amikor a legények egyenként a zenészelő elé jönnek táncolni, senkit nem kiáltanak ki elsőnek, mindenki tudja, ki a legjobb, de ezt még csak nem is mondják. Tehát, hogy egy másfajta szemlélet ez, és itt is ez érvényesült, tehát emiatt senki nem érezhette magát vesztesnek. Igen. Mi a szamosmenti szorványban éltünk, mi úgy éreztük, hogy sokan vagyunk, de most már egyértelmű, hogy szorványban éltünk, és valójában volt egy elnyomás, meg egy félelem, nem lehetett azért akárhogy gyülekezni, népdalt énekelni, táncolni, és azáltal, hogy ezt a tévén keresztül ti hitelesítettétek egy ország számára, mi bátorságot kaptunk, és azok, akik minket ott nyomorgattak a Ceausescu időben és elnyomtak, ők is levették rólunk valamelyest a kezüket, óvatosabbak lettek azért, mert hogyha ezt Bukarestből sugározni lehet a televízióba, akkor nekünk ez szabad megcselekedni és megélni. És akkor itt elkezdtek már, amikor betiltották a művelődési házba, a gyülekezés, vagy a táncházainkat, vagy a szabad egyetemeinket, akkor már családokba kinyitották a nagyobb szobákat, és ott tartottuk mondjuk a Galoff családnál Dézsen a táncházat, vagy ahol megengedték ezt. Tehát, hogy ezt ennek az adásnak köszönhetjük. Meg azt, hogy felismerjük ott egymást az adásba, valószínű, hogy ezt az életpályát, vagy ezt az ösvényt határozta meg sokunk számára a kaláka mozgalom. Nem tudtunk utána letérni. Tehát én is próbálkoztam jobbra-balra, de aztán kiderült, hogy nincs más út számomra. És ez indított el. Zoltán, nálad is ez van? Hát én ezt nem mondanám, hogy a kaláka, inkább a táncház. De az viszont 100%-osan. Ugye sokat beszélgettünk így zenészek körében, meg mondjuk azok körében, akik a táncházból szakemberekké váltunk, vagy akár kutatókká, hogy kitermelte a táncházmozgalom azt a szakember közösséget, amely akár azt is mondhatnám, hogy folytatta azt a munkát, amit Kodály és Bartók elkezdtek a század elején. Az Ilahi kaláka a szerelemről és halálról szóló kaláka lesz. Én azt szeretném megkérdezni tőletek, mint hogy lakodalmi szokásokat gyűjtöttétek a szerelem és a halálnak is a szokásait. Hogyan történt az ismerkedés a fiatalok között? Mi úgy találtuk, hogy a legelső érzelmi közeledés a két fiatal között a közösség előtt történt meg. Ezért az együttlétért voltak a fonók, a tolfosztók, a potyolók. Például a szilágysági krasznán divott az a szokás, hogy
a lányhoz, egyszerre 5-6 legény ment érkezési sorrend, beleültek a lány mellé a padládára, körülbelül 9 órakor eloltották a lámpát, és megkezdődött az úgynevezett beszélgetés. De most ennek a beszélgetésnek tulajdonképpen a lényeg a csókolózás volt. Most a lány 5-10 percig beszélgetett egy-egy legénnyel, ezek a legények ugyanolyan érkezési sorrendbe távoztak. A lány kikísérte őket, és azzal, szóval az a legény, amelyikkel a lány több ideig beszélgetett, az bíztatva volt. Na most ez a legény eljött következő szombaton is, és körülbelül a bíztatás után 3 hétre megkapta a zsebkendőt. A zsebkendő az már a szerelem egyik megnyilvánulása volt tulajdonképpen. Enikő, légy szíves, mutasd be a zsebkendőt, mert itt van nálunk. Fecske farkosan fogva a zsebkendő, amit a legények Leibli zsebébe tettek, és amit a legények hétköznap és vasárnap hordtak egymással. És ezt a lány mosta, itt már található az egymáshoz közeledés első jegye. Tulajdonképpen így megismerkedés a fonóban történt. A fiatalok összeültek, a lányok a fiúkkal szemeztek, még egy-egy kacsintás is elcsúszott, de ez már megkezdte a közeledést, tehát egy szerelmi kapcsolat alakult ki. Játék, szórakozás közepette. Játék? Játék. Játék. Maradjunk ott, hogy játék. Igen. Hoztatok, gyűjtöttetek játékot, lássunk, ha egy fonójátékot. Igen. Tetszik a párod? Nem tetszik. Kié tetszik? A Zsuzsiért tetszik. Helytására, vására! Adtam helyet, nem kellett? Adtam helyet, nem kellett? Tetszik a párod? Nem tetszik. Kié tetszik? Övé tetszik. Helytására, vására! Adtam helyet, nem kellett? Adtam helyet, nem kellett? Tetszik a párod? Nem tetszik. Kié tetszik? Az övé tetszik. Helytására, vására! Adtam helyet, nem kellett? Tetszik a párod? Nem tetszik. Kié tetszik? Mondd is tetszik. Pisti. Jó, jó, jó. Hétására, vására. Adtam helyet, nem kellett. Tetszik a párod? Mindig mellé jönnek, vagy egyszer-egyszer el is találják? Adtam helyet. Kié tetszik? Thank you.
egy kicsit ilyen veszőparipám, mikor mindig előszedünk valamit az archívumból, hogy ez volt régen, hogy ma szerintetek ennek melyik mását láthatjuk, vagy mire van szükség még, vagy egyáltalán kéne-e a mai fiatalságnak egy ilyen kaláka? És ha igen, akkor milyenféle lehet az, ami csali lehet akár, mint ahogy te is mondtad? Mondom. Én azt hiszem, hogy ezt megismételni nem csak, hogy nem lehet, nem is érdemes. Mert hiszen a táncház maga, a táncház mozgalom egészen más formákat öltött. És ahányan vagytok, mindannyian elmondhatjátok, hogy az, amit akkor kaptatok, azt tulajdonképpen be lehetett építeni a saját kultúrába. Tehát én nem lettem se táncházas, se, de azért mindegyre visszatérek, és most is a kapukat számolgattuk Violával, hogy milyen gyönyörű faragott kapuk vannak, és hogy mennyire fontos nekünk ez a hagyományőrzés. És lehet, hogy fehér elefántok vagyunk már, mert a gyerekeket, akiket ezelőtt pár héttel Székelyudvarhelyen a táncház találkozón láttam, és ott 500-nál többen voltak fiatalok, ez valószínűleg már nem érdekelni. Tehát ők már használják szórakozásként, nagyon-nagyon élvezik az együttlétet. Tehát ennek volt valami olyan ellenálló jellege ennek a kaláka műsornak. Tehát amiről Misi beszélt, hogy a félelmeket oldotta. Tehát mi tulajdonképpen ilyen félelem elleni pasztillák voltunk, és tulajdonképpen nem is tudják, hogy a háttérben mennyi munka volt, és hogy mi előzte meg azt, hogy például a Csángó kaláka létrejöhetett, hogy a román rendező kollégánk ment ki Moldvába, és ő volt az, aki előre tolt emberként tudott a hatóságokkal beszélni, és tehát értitek, szóval valami olyan fogalmazódik meg bennem, hogy nem is tudtuk pontosan, hogy milyen messzire hatása lesz, milyen kihatása lesz ennek a műsornak. Ha tudtuk volna, akkor nem is gondoljuk, hogy ilyen merészet álmodunk, mert az, amit annak idején csak úgy beszéltünk, tehát beszéd szintjén elindult, hogy milyen jó lenne, ha lennének oktatók, ha lennének, mit tudom én, táncházak, működők, ha a színpadi táncok helyét átvenné ez. Na, hát az most már teljes valóságában itt van. Zeneművészeti főiskolán tanítanak. Erről gondolom, hogy ti tudtok inkább ebben beszélni, hogy meg hát minden, ma ez hogyan gördül tovább, és mire lenne még szükség? Igen, a mindenkornak ki kell találni a maga rendszerét, a maga kalákáját, ha így tetszik. Igaza van Katinak, hogy ma nem ilyen típusú kalákára lenne szükség, de vegyük észre a tanulságait ennek, hogy akkor a kaláka, amikor létrejött, az nem arról szólt, hogy most van egy trend, és ebbe a trendbe betagozódunk, mint tévés, és csinálok olyat, amiről szó van. Mert a mai felszállott a páva Magyarországon az arról szólt, abból indult ki, hogy hát van egy sikeres megasztár a könnyűzene területén, és csináljunk népzenéből is valami hasonlót. Tehát utánozzunk valamit. Itt nem volt utánzás. Itt az volt, hogy mi kitalálunk valamit valamihez. És ma ez hiányzik. Tehát én mindig azt mondom a mai fiataloknak, hogy ne csak az legyen, hogy besimultok a trendekbe, hanem ti hozzatok létre trendeket. Nem világtrendeket, de itt, ami a mi területeinken működik. Erre lenne szükség. Misi Zoli, ti azért hát most ezzel. Pont most zajlik itt ebbe az épületbe a primások 20. találkozója. És akkor ehhez hasonló rendezvények, ha csürdöngöl az Ezer Székely Leány találkozó, vagy nagyon sok minden a minden heti táncházak. Úgy gondolom, hogy ugyanannak a családnak a gyerekei, ami annak idején elindult, mint táncház, vagy mint kalákás tévés vetélkedő, és ezt különbözőképpen, másféle formában, de azóta is folytatjuk. Igen, és nem szabad kifelejteni a tánctáborokat sem. Ugye, amik 90 után úgy nőttek ki, mint a gomba a földből, és nagyszerű lehetőséget biztosítanak azoknak a fiataloknak, akik akár táncot szeretnének, vagy népzenét tanulni, és egyben szórakozni is.
Ugyanakkor mi a saját rendezvényeink közül, vagyis én a saját rendezvényeink közül megemlíteném a népdalvetélkedőt, amiről talán inkább Erzsike szóljon néhány szót. Igen, ez is egy nagyon, hogy mondjam, a mai életünknek, a mai világunknak hát megfelelően próbálja a népdalt, a népzenét olyan irányba terelni, hogy valahogy azt a hangulatot teremtsük meg, ami valamikor volt. Na hát erre vannak ilyen olyan kísérletek, többek között az, hogy a népdal vetélkedőnek ha tetszik, hanem egy elég jó szűrésen kell átmenni, illetve hát a népdal éneklő gyerekeket mindenképpen ha már vállalkoznak a vetélkedőre, akkor semmiképpen népies műdalok, vagy ehhez hasonló akár nóták, ilyenek, tehát szóba sem lehet, hogy bekerüljenek a repertoárba. Tehát ez több éven keresztül, ugye mert évekkel ezelőtt még ilyen repertoárral jöttek, még akkor is, hogyha ugye a táncház már 40 éve tulajdonképpen tanítja maga, illetve mutatja a saját útját. Egy jó erős vetélkedő és jó erős szűrésnek köszönhetően már el lehet mondani, hogy olyan gyönyörű repertoárral rendelkeznek a gyerekek, hogy nem hiszem, hogy ez csak úgy porba hull és elvész. Ami még mellette fontos, hogy ugye a kiértékeléseken az oktató tanároknak a figyelmét felhívjuk arra, és irányítjuk afele, hogy egyrészt, hogy jól megválaszták a repertoárt, az előadásmód milyen legyen, de ami jó hozadék, és én ezt egy jó iránynak tartom, a régi felvételek visszatanításának a lehetőségére hívjuk fel a figyelmet. És már erre ugye jó példa, többek között Gyergyó az egyik legjobb példa, bár az idén nem ezzel a tapasztalattal jöttem el onnan, de viszont rengeteg régi felvételt próbálnak az oktatók, tehát nem sajnálják a munkát, kihívásnak tekintik a pedagógusok, hogy ezeket a úgymond elveszettnek hit, vagy már nem énekelt repertoárt visszatanítsák. Én ezt egy nagyon jó iránynak érzem, és nagyon jó, hogy mondjam, kihívást látok benne, ami ki van zárva, hogy később ne hozza meg az eredményt. Még akkor is, hogyha csak egy kis közösségbe előre egy tanító néni meg tudja tanítani az ő 15 létszámú gyerekeinek. Na most abból jó néhányan énekeseké válhatnak később egy bizonyos, mit tudom, lehetőséget kihasználva, de akkor is az a 15 gyerek megtanulja, ha valaki abból az a 10, ami hátramaradt, vagy 5, ami hátramaradt, csak a családjának énekli, akkor is beviszi a tudatba. Nem tudom, milyen módon lehet ezt fokozni, viszont úgy érzem, hogy ez nem fog csak úgy eltűnni. Mi egy kicsit kívülállók vagyunk ilyen szempontból, mert ugyan én is ezeken a népdalvetélkedőkön részt veszek, és közösen. Most már közösen részt veszünk, ki már tizenvalahány éve. Tehát így, de ott is ezt próbálom megfogalmazni, vagy megkeresni, hogy és mindig sugallni a gyerekeknek, és a mindenkinek, aki ott egy-két szóban mindig elmondjuk a véleményünket, hogy az a cél, tehát azon túl, hogy igényesen kell megválasztani a repertoárt, a cél, hogy az életük részévé váljon. A népdaléneklés, a népzene, ez az egész életforma, tehát mint értékrendszer. És mi, mint kívülállók, úgymond, a magunk módján mindig ezt, én legalábbis ezt próbáltam keresni, amit azután én is ugye próbáltam, tehát a kultúrával foglalkozva, tehát most éppen színházzal foglalkozom, és most az egyik mániám, hogy a két világ között, a néptánc, népzene és a színház között azt a bizonyos kaput döngetem, és próbálom bevonni, hát ebbe a színház világába, ami nagyon más valahogy, mi mindig ellenáll ezt a népi kultúrát, akár népzene, akár néptánc formájában, hiszen én nem tudok belenyugodni, hogy Erdélyben vagyunk, és úgy csinálunk kultúrát, hogy nincsen közünk a gyökerekhez.
És valahogy ez lesz most már az én mániám, amíg élek, amíg tudom ezt csinálni, hogy ezt próbálom le, mert ez hihetetlen, mi mindig úgy vagyunk. Szebő Ferencnek volt egy cikke, nemrég megolvastam, hogy az elit még mindig nem akarja elvállalni a kultúráját, nem akarja fölvállalni, és ez borzalmas valahol, hogy mi mindig van az a, tehát Kodály Bartók után 100-valahány évvel, mi mindig ott tartunk, hogy mi mindig bizonyítani akarjuk a világnak, hogy ez a kultúrának a legértékesebb része. És mi mindig, mintha bizonyítani kéne ezt. Közben ez egy csoda, amire mi annak idején is ettől vagyunk mi nagy felfedezők, a táncház kalákás generáció, hogy felfedeztük azt a csodát, amit egyszer lehet csak felfedezni, a többiek már csak követőink, de ennek ellenére mindenki föl kell fedezze magának ezt a kultúrát, ami nélkül nem lehet élni. És a kalákának ez volt szerintem a nagy szerepe, hogy nyitott, egy óriási tömeget nyitott meg ennek a mozgalomnak, és ez, hogy mindenkié lehet ez a bizonyos kultúra. Mindenképpen a 70-es, 80-as évek mozgalmat indítottak, gerjesztettek, és rá kényszerítették a már meglévő népi hivatásos vagy nem hivatásos népi együtteseket, hogy szemléletet váltsanak, és új, hasonló, jobb szemléletű vagy más szemléletű hivatásos népi együttesek születtek Erdélyben, több van, mint Magyarországban, azt hiszem 5-6. Aztán, hogy ez merre kanyarodik, és ezeknek a sorsa hogyan alakul, és hogyan bírálja felül ezt a következő generáció, ahhoz majd kell lehet egy újabb kaláka műsor, egy újabb másfajta táncház, vagy egy más generáció, aki ezt felülbírálja, de mindenképpen még mindig azon az úton haladunk, amit kijelölt a táncház és a kaláka. Igaz-e, hogy a széki ember hamarabb tanul meg táncolni, mint járni? Hát igen. Tehát a széki táncrágó, ez olyan nehéz dolog, hogy neki kell fogjam már iskolás korától, hogy mire elmegy katarának, hogy tudja bemutatni a széki táncot. Úgyhogy ezek a gyerekek, akik ma este is be tudnak mutatni, ezek olyan rég tanulgatják, semmi gyerekek nálam, vagy azt hiszem, tám 7 évig volt a fiatalságnak a táncok, és én örökké foglalkoztam, néztem, hogy melyik hogy tud, úgyhogy amelyik nem kezdte kicsikorától, az nem is tanult meg soha. Úgyhogy kicsikorában meg kell kezdje a táncot, hogy tudja, mire ő kiszáll a fiatalság közül, hogy úgy pontosan mindent be tudja mutatni, hogy az rendeses normálisan legyen. Bátyám, én akárhol jártam az országban, láttam, hogy a széki ember sose vesét veti le a gúnyáját. Így van? Igen. Így van? Igen, igen. Nem veti le azért a gúnyáját, tetszik tudni, mert a gúnya levetés az ő viseletjét nem akarja hagyni sehol. Ahogy felöltödik, úgy szereti eljárni a táncos, úgy szereti lejátszani, hogy mindenki lássa meg, hogy mi az ő viseletje. Mint zenész kerültem kapcsolatba a tánca, ugyanis február óta játszunk népzenét, mezőségi népzenét, és táncházat vezetünk Kolozsváron. Én megkérném széki vendégeinket, mutassanak valamit táncházuk hangulatából. Az ügyére, az ügyére. Szívadára, ha de nincsen bárja,
visszatérek egy kicsit Erzsikének az egyik gondolatához. A népdalvetékedő kapcsán mondtad ugye, hogy az értéket kellene népszerűsíteni és elhinteni, és a népies műdalok, meg a nóták, meg hasonlók nem kellene belekerüljenek. Itt úgy érzem, hogy nagyon nagy felelőssége van a táncházzenészeknek, mert ők azok, akik muzsikálják a táncházakat, vagy a különböző mulatságokat, és sajnos azt tapasztalom, hogy ezt a felelősséget nem vállalják fel teljes mértékben. Tehát a táncházzenészek maguk olyan dallamokat is muzsikálnak, akár előszeretettel, amelyek nem tartoznak bele ebbe a körbe. Persze ők azzal magyarázzák ezt, hogy hát a falun is ugyanezt történt, és hogy a falusi közösségekben a zenész is mindenfélét muzsikált, és arra énekeltek, és arra mulattak. De úgy gondolom, hogy ha mi tudatosan próbáljuk ezt az értéket továbbadni, ezt a csodát ápolni, művelni, akkor kell válogatni. A tiszta forrás elég sokszor elhangzik. Követjük-e a tiszta forrást? Hát font ez, ugye? A reformáció is ezt a szlogent használja. Hát az a helyzet, hogy a forrás az sosem teljesen tiszta. És ahogy Zoli mondta, hát abból ki kell halászni azt, ami fontos. Most ez nem azt jelenti, mert különböző kultúrák keverednek. Tehát itt a 19. századi városi eredetű műdalkultúra, annak megvan a maga helye. Hogyha megnézzük Bartók Kodály idézeteit, ők ezt értékelik a maguk szintjén, de ezek szintén egy akkori kulturális trend volt, ami valóban a falura is hatott, de ez tulajdonképpen olyan irányba dolgozott, hogy a falunak a regionális sajátosságait, az, hogy itt mi felcsíkiak, így táncolunk, meg gyergyóiak amúgy, meg sóvidékiek amúgy, ezt kezdi feloldani, ez megszűnik. Tehát elvész a lokális karakter, ugyanakkor azt látjuk, hogy még ma is akar mindenki, legalábbis ezen a környéken, hogy ezt a saját karaktert őrizze valamilyen formába, hoki, stb. Akkor azt jelenti, hogy vissza kell tudjuk hozni ezeket a dalokat, és ezért jó, hogy vannak ezek a vetélkedők, amiket itt csinálnak Erzsikék, Zoliék, és ilyen irányba történik válogatás. Ma már Bartók és Kodálynak összes székelyföldi gyűjtése az internetről elérhető. Tehát tudják ezt az anyagot használni. Az itteni emberek felelőssége, hogy ez visszakerüljön ebbe a körbe, ha van rá igény, ha akarják ezt csinálni, mert én mindig azt mondom, hogy a kultúra van az emberért, és nem fordítva. Tehát mi nekünk nem azért kell őrizni a hagyományt, vagy ezeket a dalokat, mert valami szent dologról van szó, hanem azért, mert ezek a dalok nekünk jól esik, hogy énekeljük. Tehát a dalok szolgálnak minket, azt létrehozták az elődeink, nekik megfeleltek, nekünk is megfelelnek a népdal ilyen. De visszatérve a koreográfia problémákra, azért, hogy teljesen világos kép legyen, mindig volt koreográfia, tehát a táncház előtt is léteztek, nem csak, hogy színpadi egyszerű koreográfiák, hanem például a Székely Népi Együttes a 60-as években ilyen nagyon érdekes, akkori szemmel nézve kísérletinek tűnő baladafeldolgozásokat vittek színpadra, amiket neves zeneszerzők, Csiki Boldizsár, Szabó Csaba és mások zenéjére, tehát nem a commerce vonala volt a színpadi táncnak, tehát amit mai táncínháznak nevezünk, annak ott megvan az előzménye, érdemes lenne előásni szintén a tévéből, mert talán már csak ott vannak meg ezek a akkori felvételek, hogy akkor hogy oldották meg a koreográfusok. Ugyanakkor a Székely Népi Együttes koreográfusai
Lőrinc Lajos, Domokos István is elmondták, és ugye Ház Sándor is ott volt az elején, hogy ők a legelején ebben a mi táncházas szemléletünkben próbálták megcsinálni az első táncokat. Az akkori szovjet hatás, a Mojszejev hatás ezt nem tolerálta, és akkor alakult ki ez a tulajdonképpen merev koreográfia, mert nem a koreográfia ellen vagyunk, hanem a sablonos vagy sematikus koreográfiák ellen, amik sem nem néptánc, ahogy Kodály mondta itt a kiállításban, el lehet olvasni az idézetet, sem nem néptánc, sem nem balett, tehát sem nem táncszínház. Tehát mind a kettőnek létjogosultsága van, de a kettő ugyanakkor nem kell keveredjen. Visszatérve a tévéműsorra, tehát arra, hogy megrendezett volt-e vagy sem, hogy megszerkesztett volt-e vagy sem, igen, ennek nagyon pontos forgatókönyve létezett, ti ezt nagyon jól tudjátok, és mindannyian, akik tévéztek, hogy nem lehet igazán egy műsort úgy megszerkeszteni, hogy nem tudod, hogy mi van az elején, a végén és közben. Na most az, hogy így néztek ki ezek a felvételek, az annak is volt köszönhető, hogy több napig együtt voltunk. A csapatokkal behoztuk a táncosokat, tehát az, amit már itt a nézőközönség látott, az már tulajdonképpen valamennyire begyakorolt volt. Ilyenképpen tehát visszatérve még arra is, hogy miért volt mindenik más, mert szinte mindenik egy kézműves munka volt, ha szabad ezt így nevezni, tehát egyedi darab volt mindenik kaláka. Pontosan azért, mert mindig találtunk egy-egy olyan vonulatot, tehát a népi kultúrának, a népzenének, a néptáncnak, amit érdemes volt akkor abban a pillanatban felvetni. Na, hát a szomorú az, hogy tényleg visszatérünk a kiinduló ponthoz, hogy mi maradt meg belőle. Hát nagyon kevés, és én most elkezdtem a forráskutatást, nekem egy dobozkám van, és ebben van egy tordai kaláka kitűző, bocsánat, így néz ki ekkora. Ez Szent Imre Juditnének az örökségéből találtam, és itt van egy dévai kerámia, a dévai csapat, akik úgy emlékszem, hogy a csángó kalákán voltak. Tédedet kell érje. Még egy könyöket. Mit ítél a bíró? Nem sikerült, tehát kérek zálogot. Igen. Hát amit te gondolsz. Akár a kabátodat is adhatod. Inkább furuljázik. Énekelni. Nem a játékosok közül, a közönséget. A közönséget kérjük. Elénekelni. Látok jelentkezőt. Kérjük szépen. Igen? Ide. Igen. Mikrofonhoz. Hát az első bátor jelentkező, tapsoljuk meg. Mutatkozz be, kérlek, és akkor énekeld el. Gárdos Géza, Kolozsvárról, a közgazdasági egyetemről. Ki hívott ide? Mi? Hol van? Benji. Hol van Benji? Zakariás Benji. Jó, kérjük az éneket akkor. Szóval az az egész, hogy 6. koromban már kidobtak az énekarról, akkor mutált a hangom, és azóta se jött meg. Új korában repedjen meg a csizmán. Ha én járok többé a babám után,
Eddig is csak azért jártam utána, csalogatottak egy szemes sugára. Na, bátorítsuk egy kis tapsra. Köszönöm! Tévésként most az jutott eszembe, hogy ugye annak idején mindent ki kellett találni, mert voltak megszorítások, volt cenzúra. Most meg teljesen másképp vagyunk, mindenki azt mondja, hogy szabadok vagyunk, azt csinálunk, amit akarunk, és mégsem tudunk, mert így, ahogy Kati is mondta, hogy egy hetet akár eltöltöttek, a tévéstáb kivonult, magyarán ugye Misi volt pénz, nem akart senki szükíteni sehol semmire, tehát manapság már egy kicsit az az érzésem, hogy más korlátok vannak, és másként kell. Amellett persze, hogy rengeteg televízió van most, és teljesen mások a trendek, fel kell venni a versenyt másokkal, ugye? Jól mondod. Ebben benne van az is, hogy ez az egyetlen televízió volt, és azon az egy napon az a néhány óra, amit Kati is mondott, hogy az országnak ezen a részén nem lehetett fogni a magyarországi adás sem. Tehát ez volt az egyetlen kapaszkodó. Ezt mindenki látta, falusi emberek is mondták, hogy abban az órában abba hagyták a kapálást, vagy bármit, és bejöttek, és megnézték a műsort. Bármi volt benne, tehát mindenki mindenről tudott. Én is emlékszem erre, hogy bárhová mentem, mondták, hogy na láttunk, hogy a Kalákába muzsikáltatok, tehát ez nem volt kérdés. És ma új helyzet van, tehát én ma értem azt, hogy már csak magyar televízió is több van itt helyben, hogy csíki, erdélyi, ilyen, olyan, amolyan, mindenféle van, és ez egymásnak is konkurenciát jelent, tehát ugyanakkor nem lesz akkora nézettsége egyiknek sem, nem tud akkora nézettsége lenni, nem beszélve, hogy a fő konkurencia szerintem az internet, a YouTube, ahol rengeteg felvétel, megtalálható, ami nagyon jó részben, másrészt rossz, mert nagyon sok rossz információ van az interneten. Engem naponta itt most, amikor műsort kezdtük, és éppen válaszoltam egy fiúnak SMS-ben, hogy ő most föl akar lépni, és akkor a boricát azt hegedű kobozzal lenne jó, vagy hegedű kontrával. Mondom, jó helyen kérdezi, mert itt éppen a Kalákában volt koboz, amikor kimentünk prospekcióba a Django Kalákához, és amikor meg már a műsor volt Csíkszeredában, ezt a kobzost nem, valamilyen okból nem hozták el, és ott a helyszínen elkészült a felvétel, és az nagyon jó lenne, ha meg lenne valahol, mert nincsen hegedű kobzos varcasági felvételünk. Igen, és azt hiszem azzal zárom, hogy azért csak mi vagyunk az egyetlen televízió, akinek még megvannak ezek az archív felvételei, és hogyha akkor azért nézték a magyar adást, mert hogy az egyetlen magyar nyelvű műsor volt, most hát ha azért nézik, mert nekünk vannak meg ezek a felvételei. Come on!
Azt, amit amikor Katék minket is bevettek, vagy önengedtek a tűzhöz szervezésileg, annak volt egy folyamata, amiről többen beszéltek, hogy kiment a csapat, annak volt egy olyan jellege is, hogy mi diákként mikor lakhattunk volna a napokászhálóba, az életben soha. Aztán. És akkor ott laktunk, Kolozsváron volt albérletünk, de mindenki ott lakott a napokában, ha nem, ha hol lakjunk? Kolozsvári diákok, de ez vonatkozik a Mercedes buszra, mert kimentünk Kalotaszegre, és azt akarom ezzel mondani, hogy ma már egészen, de ez így történt, mert untuk már. És butták is lettek volna, hanem a napok a szállodával untak volna. És ez, amiről én beszélek, ez 50-60-70 diákról van szó, aki ebben részt vett a Romani Magyar Adás nyomvótából, és de ezt csak azért mondtam el, hogy én egyáltalán nem tartom kizártnak, hogy mai körülmények között is ugyanarra a szervezési sémára, arra az egy-két hétre, ami ott volt, adatgyűjtők, szakemberek, itt elhangzott az is igaz, hogy ez a társaság kitermelte maga értelmiségét, a maga szakember bergárdját. Egyáltalán nem tartom elképzelhetetlennek, hogy ugyanazt nem lehetne ilyen retrót kaláka néven megcsinálni a mai fiatalokkal, és fölvenni. Tehát egyszer azzal kéne foglalkozni, hogy végigjárni egy külön műsortípussal, amit nevezzük úgy, hogy táncházról táncházra, hogy hol vannak táncházak, de nem csak táncházak, ezek az úgynevezett folkkocsmák, mert nagyon sokszor a táncházak ki vannak menekülve folkkocsmába, és ez miért van tulajdonképpen? Ezt meg kéne vizsgálni, ott riportot csinálni, nem csak a főrendezőkkel, szervezőkkel, hanem a résztvevőkkel. Te miért jársz ide, miért jó ez neked, stb. Ez fontos lenne tudni. Ugyanakkor a másik megfigyelhető trend az, hogy a nagyon sok együttes van, amit Erzsike is mond, falun, városon rengeteg együttes van, és mindegyik együttes tagjai tudnak táncházasan táncolni. Ez egy óriási eredmény. De mint minden ilyen eredménynek van hátulütője. Az a hátulütője, hogy általában sok helyen a táncházakat együttes szervezi, akik rengetegféle táncot magas szinten táncolnak, ezért el van zárva az, amit itt a Viola is utalt rá, hogy bárki bejöhet, botlábú és táncolhat, ott már a botlábú nem mer fölállni, miután meglátja ezt az óriási Igen. nagy tudást. Tehát, hogy lehetne feloldani ezeket a gátakat. És lehetne, tehát van ötlet, és nagyon sokat tudna pont a média segíteni, mert a fiatalok azért nem látják, hogy mi történik a másik helyen. Én nagyon sokat mozgok innen Csíkszereda és a Dunántúl között,
És azt látom, hogy nem mindig tudják, nem is akarják követni, hogy mi van a másik helyen. Ha akit meghívnak, az eljut egyszer. Tehát a összekötő kapocs tud lenni, és az is nagyon jó, hogy a Magyar Adás műsorai megjelennek az interneten, aztán, hogy majdnem azonnal, mert ez viszont növeli a nézettséget a konkurencia ellenére. Nagyon szépen köszönöm még egyszer. Én azt javaslom, hogy tegyük még fel egyszer a kezdőéneket, és akkor egy kicsit ebben a hangulatban, hát ha még egy kicsit úgy nosztalgiáztuk egyet, és akkor akár be is kapcsolódhat Szerzsike egy kis éneklésben, mert... Igen. Úgyhogy, és akkor ezzel zárjuk, és mindannyian.